Szerbia és Magyarország is meghozta a határok újra nyitására vonatkozó jogszabályokat. Ezek részleteiről beszélgetek Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökével, a párt köztársasági parlamenti frakció vezetőjével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Milyen szabályok vonatkoznak a Szerbiába való belépésre? Különbséget kell tennünk a között, hogy valaki szerbiai állampolgárként vagy külföldiként szeretne Szerbiába belépni. Ezt megelőzően szeretném elmondani, hogy nagyon örvendetes az, hogy megint egy picit lazultak a szabályok, és egy kicsikét nagyobb a mozgásszabadság, mint korábban volt. Az elmúlt hetekben több alkalommal kértük a vajdasági magyaroknak a türelmét, és mondtuk azt, hogy ahogy a járványügyi helyzet megengedi, lazulni fognak a szabályok. Most egy picikét lazábbak, mint voltak tegnapig, ugyanis megjelentek a jogszabályok Magyarországon is és Szerbiában is, tehát ezek hatályosak. Különbséget kell tenni, amint mondtam, a között, hogy valaki szerbiai állampolgárként vagy külföldi állampolgárként lépe be Szerbiába. Amennyiben szerbiai állampolgárról, tehát vajdasági magyarról van szó, abban az esetben két lehetőség van, vagy negatív koronavírus teszttel kell rendelkezni, ami alapján nem fogják elrendelni a karantént, vagy a másik lehetőség, ha valakinek nincs tesztje, abban az esetben 14 nap kötelező karantén elrendelésére kerül sor. Sokan kérdezték, hogy meg lehet-e a tesztet csinálni a határon. Én azt mondom, hogy szerencsére nem lehet, mert képzeljék el a kedves nézők, hogy mekkora tömeg lenne a határon, hogyha ott tesztelnék az embereket, úgyhogy a tesztet előre meg kell csináltatni, vagy pedig vállalni kell a 14 napos karantént, amennyiben ezt valaki meg tudja magának engedni. Az is fontos, hogy a 12 év alatti gyermekek esetében nincs szükség tesztre, és így karanténra sem, tehát ők szabadon mozoghatnak a határon, természetesen abban az esetben, hogyha a szülők negatív teszttel rendelkeznek, akikkel a gyermekek átlépik a határt. Talán ezek a legfontosabb szabályok, ami a Szerbiába történő beutazást illeti a vajdasági magyarok szempontjából. A külföldi állampolgárok, tehát például azok a magyar állampolgárok, akik nem rendelkeznek szerbiai állampolgársággal, az ő esetükben kettő feltételnek kell eleget tenni. Szintén szükség van a negatív koronavírus tesztre, emellett pedig egy beutazási engedéllyel kell rendelkezni, amit a nagykövetségek adnak ki, és ezeknek a birtokában tudnak Szerbiába beutazni a külföldi állampolgárok, így a magyar állampolgárok is. Magyarországra hogyan tudunk utazni az új rendszabályok szerint? A magyarországi beutazással kapcsolatban fontos azt elmondani, hogy lévén, hogy Magyarország az Európai Unió tagországa, uniós kötelezettségei is vannak az anyaországnak, éppen ezért nem dönthet saját hatáskörben teljesen önállóan a határnyitás feltételeiről, hiszen az Európai Unió szervei olyan határozatot hoztak, hogy a schengeni határok június 15-éig zárva maradnak, leszámítva az indokolt eseteket. Magyarországon meghatározták ezeket az indokolt eseteket. 6 ilyen eset van, nem biztos, hogy mindet föl fogom tudni sorolni, de amennyiben például gazdasági célból utazna valaki Magyarországra, vagy közeli hozzátartozónak a temetésére, vagy egyéb méltányos okokból, akkor a magyar rendőrség honlapján tud beutazási engedélyhez folyamodni elektronikusan. Meg kell várni ezt az engedélyt, tehát nem elég kérvényezni, meg kell várni, hogy megérkezzen a jóváhagyás, és teszt nélkül, tehát ezzel a jóváhagyással ezekből az okokból be lehet utazni Magyarországra. Ami még nagyon fontos, vagy talán a legfontosabb ebben az egészben, és egy új szabályt jelent, az, hogy amennyiben valaki 72 órát tartózkodik legfeljebb külföldön, tehát maximum 3 napot, és vissza szeretne jönni Szerbiába, abban az esetben nincs szükség sem tesztre, sem egyéb föltételeknek a
teljesítésére, tehát ha valaki például vizsgázni szeretne menni Magyarországra, ami most aktuális lesz a következő hetekben, vagy pedig gyógykezeltetésre, akkor ezt megteheti úgy, hogy sem karanténra, sem negatív koronavírus eredményre nem lesz szükség. Úgyhogy örülök annak, hogy lett annak eredménye, hogy néhány nappal ezelőtt elmondtam a parlamentben, hogy több ok adódhat, nem csak az, ami a belgrádi fejekben él, hogy bevásárlás vagy gyógyfürdő, hanem rokonlátogatás, vizsgázás, egészségügyi ellátás igénybevétele Magyarországon, és ezekben az esetekben is lehetővé kell tenni a határnak az átlépését. Tehát akkor én hogyha szerbiai állampolgárként kérelmezem azt, hogy Magyarországra bejuthassak, akkor ezt, hogyha 72 órán belül visszajövök, akkor vissza is tudok jönni karantén és vizsgálat nélkül. Igen, 72 órán belül vizsgálat és karantén nélkül vissza lehet jönni, és ez az egyedüli módja annak, hogy a gyógykezeltetést vagy a vizsgázást el lehessen végezni. Amit jelen pillanatban nem lehet, az az, hogy turistaként átmenni Magyarországra, akár gyógyfürdőbe, akár bevásárolni, akár csak úgy, hiszen még mindig azok a rendkívüli szabályok érvényesek, amelyek az elmúlt hetekben is érvényesek voltak, csak azok lazultak. Azt is szeretném elmondani, hogy nem zökkenőmentes a rendszer. Említettem, hogy Szerbiának a nagykövetségei kell, hogy kiadják a külföldi állampolgárok esetében a beutazási engedélyt Szerbiába, és olyan információkhoz jutottunk az elmúlt órákban, hogy a nagykövetségek nem igazán tudnak erről a vállalásokról, vagy erről a feladatukról. Olyan információk is eljutottak hozzánk, hogy a határon se tudnak arról, hogy új szabályok vannak. Ennek ellenére szeretném világosan elmondani, hogy a jogszabályok megjelentek, a jogszabályok hatályba léptek, az állami szerveknek kötelességük ezeket a jogszabályokat alkalmazni és végrehajtani, úgyhogy éppen ezért nemrég beszéltem a parlament külügyi bizottságának az elnökével, és arra kértem, hogy legyenek szívesek és tájékoztassák az ország nagykövetségeit, hogy új helyzet van, és hogy a jogszabályokat alkalmazni kell, és ugyanez vonatkozik a határőrségre is, illetve a határátkelőkön dolgozókra, úgyhogy az, amiről mi beszélgetünk, ez nem valami terv, vagy pedig elképzelés, hanem ez már így van, csak sajnos úgy tűnik, hogy a végrehajtás hagy némi kívánnivalót maga után, amit mi elítélünk és bízunk abba, hogy gyorsan be fog állni a rend. Van egy másik téma is, ami nagyon aktuális, ez a 100 eurós támogatás. Ugye ezt ma bejelentették, hogy mától akár igényelni is lehet. Hogyan történhet ez az igénylés? A jogszabály értelmében május 15-től lehetne igényelni a 100 eurót. Ennek ellenére a pénzügyminiszter bejelentése szerint a mai nap már ez a lehetőség adottá vált. Ugye kétféleképpen lehet igényelni, vagy egy telefonközponton keresztül, a telefonszámok holnap vagy holnap után fognak nyilvánosságra kerülni, de mától lehetőség van arra, hogy az interneten, az állami kincstár honlapján folyamodjanak a polgárok a 100 euróért. Az idp.trezor.gov.rs honlapon valóban 30 másodperc alatt lehet igényelni ezt a 100 eurót, csupán a személyi számra, az igazolvány számra és a számlavezető bank nevére van szükség, tehát még bankszámla számot sem kell megadni, úgyhogy a polgárokat arra szeretném kérni és buzdítani, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Ezt június 5-éig megtehetik, tehát nem feltétlenül kell ma, holnap rögtön ezt elintézni, de nagyon gyorsan elrendezhető. Arra szeretnék mindenkit kérni, vagy azt javasolnám, hogy amennyiben lehetőség van rá, akkor interneten igényeljék, ne pedig telefonon, mert sokkal zökkenőmentesebb és gyorsabb lesz a folyamat.
a nyugdíjasok és a szociális segélyből élők esetében pedig automatikusan a számlájukra fog kerülni a 100 eurónak a dinár ellenértéke, tehát a nyugdíjasoknak és a szociális segélyből élőknek nem kell semmit tennie, automatizált a folyamat, a többiek pedig ilyen módon tudják a mai naptól igényelni. Mindenkit arra biztatunk, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, ne hagyják magukat becsapni, ne hagyják magukat félrevezetni. Ez az összeg a parlament döntése értelmében mindenkinek jár, tehát ne üljenek föl olyan híreszteléseknek, mendemondáknak, hogy csak amennyiben például a szerb haladó pártra szavaznak, vagy amennyiben a szerb haladó pártnak megadják az adataikat, akkor fogják megkapni a 100 eurót. Ez nem így van, mindenkinek jár a 100 euró, úgyhogy arra biztatnék mindenkit, hogy igényeljék ezt a segítségnyújtást. Pásztor Bánt, köszönjük szépen az információkat. Köszönöm a lehetőséget. A Pannon Televíziót Szabadkáról Juhász Gábor tudósította.